belőle feladva semmi. Nincs, de... De mert az csütörtökön lesz, köring, azt is kiveheted. Így, hogy köring? Igen, mert úgy hívjátok, hogy köri, nem környezel. Sziasztok, srácok, Nadine vagyok, és itt van velem a húgom. Na, ez egy ilyen sminkihívás lesz, amiben annyit fogunk csinálni, ez régen nagy divat volt, ilyen 17-ben, talán vagy 18-ban. Annyi a lényeg, hogy húgom majd itt a kis kezével ki fog sminkelni engem, de hogyha ide rakod, az úgy igen, majd itt így kisminkel. Au, ne csuk be a szemem. Előre, na, előttem van elég sok sminkcuc. Leginkább szájfény, vagy szempillaspirál, mert alapozót nem használok. Úgyhogy, ja, szóval akkor kezdhetjük is. És hát akkor valamit fogj meg innen előről, de ne nézz oda, vagy csuk be a szemed olyankor. Hát az egy ecset. Azzal túl sok minden nem. De valami sminkes cuccot. Akkor vedd el a kezemből. Nem tudja. Mi az? De tedd fel, hogy azért nem erre. Tedd fel ide a kedel, várjál, de... Úgy. Úgy. Na most. De az mire való? Nem mondom meg. Én se tudom, hogy ez mi a franc. Új, ez nem valami szemizé? A szájizé? Mondom el, hogy nincs, de ne! Rátekert, kinyissottam a kicsit föntem, mert le vagy csúszva egy arra. Au! 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 Jaj, bocsi, na, jó. Most mit csináljak a kezemet, látjam vele, hát, akármilyen? Ez ecsetet is kereshetsz hozzá. Jó. Tessék. Válasz hozzá valamit. Most így nem van egy. Hát, megoldható. Megcseréled. Aha. A glümet kinyomod a szememet. Jó, bocsi. De nem olyanba kell. Ja. Honnan tudjam, hogy hol a hajad is? Ez most az övered volt szerintem. Amúgy elmondjam, hogy ez milyen való? Na. Szemövedök. Por. És ilyen festék, de nyugodtan kensz szét amúgy itt a... Na jó, mindegy, teljesen oké. Okay, de... Na megint tedd fel a kezed. Úja. Áma, megint kizúrva. Bocsi. Na, tudom mi. És kezdtem, hogy hol a szemed. Mi van? Mi? Ne nézz közben utca a kamerába. Au, au. Amúgy ez egy randira simán elmehet még szerintem. Ez ilyen szemcuc, kettőt választhatsz. Van még egy ilyen kicsi. Most vele nyúl? Igen, mert is neki tette. Jó. És választ hozzá egy ecsetet, na várjál, tessék. De nem olyan sokat hozzám! De majd csukva a szemem. Mi az? Semmi. Jaj. Jó. Na most, ja, cseréljem át. Most?
van még... ez nekem fáj. Van még tus, meg van még olyan, hogy szájceruza. Mit szeretné használni? Jó, ezek közül válasz valamit. Az egyik az szájceruza, és a három az pedig tus. Válasz egyet. Tessék. Ez tus. Honnan tudod? Na jó, akkor csináld meg a tusom. Hova is megy az? Tudod, a szememhez az a fekete vonal, ami... Nem tudom! Az durva lesz. Csinálj neki bajuszot vele. Tessék. És válasz hozzá egy ecsetet. És kinyitottam? Igen. Jó, mert be is nyújtam. Igen. Azt akarod púderhez? Nem, ez nagyon vékony. A púder azt tudom melyik. Jó. Az az, amelyik az arcodra kell tenni. Itt nem vagyok. Jó, hát akkor nagyjából amúgy mindent is felraktunk. Anya, te megnézed ezt a remek művet? Szerintem jobb, mint amit te csinálsz. Na, hát... ez a szempüléspirál, ez nagyon precíz munka, ez a tus, ez itt így, nem tudom. Hát ez a rúzs is eszméletlenül jól sikerült, itt van fönt, úgy látszik a szemhéjam, és itt is van valami, amúgy fogalmam sincs, szóval... Az egy bajusz lenne. Hát igen, a másik fele meg itt van fönt. Nézem, és nem csinálunk, hogy te... Hogyha van amúgy kedvetek hozzá, akkor én is kisminkelek téged majd. De? Igen. Csak hogyha, oké, neked van kedved, majd ezt tőletek fog eldőlni, hogy legyen-e egy olyan videója vagy sem. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, hogyha szeretnétek még a hugommal videót, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, vagy írjatok rám Instagram, vagy bármi ilyesmi. A következő videóval találkozunk, addig is puszi a pocitokra, és sziasztok! Pa, pa.